Üdvözlök mindenkit, Necrogrim vagyok, jön egy kis a Destiny Forsaken Shattered Throne útmutató. Végig fogunk menni a videóval, hogyan menjünk végig ezen a questen. Ez a quest azért is fontos, egyrészt egy nagyon jó kihívás, másrészt pedig hozzá vezet a Wishender című nevű íhoz. Azaz így konkrétan majdnem egy VH-val rendelkezik, elég jó PvP-ben és PvE-ben is, de a hozzá csatolt feladatok, amit meg kell csinálni, a Shattered Throne-on vezet keresztül. Úgyhogy beszélünk arról, hogy hogyan kell átmenni a Shattered Throne-on, milyen felszerelést érdemes vinni, hogy meg lehet, illetve azt most zárjuk le, igen, ezt meg lehet csinálni szólóban, láttam embereket megcsinálni szólóban, kurva gyorsan, de ez egy nehéz küldetés. Ezen a küldetésen konkrétan magasabb szintű enemik vannak, mint a Last Wish Raiden, vagyis a majdnem a legújabb Raiden, a Forsaken Raiden. Amit tudnotok kell, és fontos, hogy ez az esemény, event, küldetés, ez egy időkorláthoz van állítva. Minden harmadik héten tér vissza az esemény, és akkor egy hétig van, és érdemes nekivágni, és farmolni, illetve megpróbálni végigmenni ezen a küldetésen. Sajnálatos módon ezt a küldetést csak azok tudják kijátszani, akiknek megvan a Forsaken, vagyis a Dreaming City. Na most, vágjunk is bele, hol találjuk meg ezt a küldetést, ha nézitek a videót, akkor csak kövessétek le ezt az útvonalat, és ott lesz egy nénike, és majd beszélni kell vele. Lehet csinálni. Ezzel egy időre Facebookra feltöltöm a live gameplayt, úgyhogy ha egy mozira vágytok, ahol szétrögtetek magatokat, ahogy killódunk, akkor ugorjatok el a Facebookomra, és ott live-ban megnézhetitek a killódásunkat gomival. No, de akkor vágjunk bele, elsősorban a felszerelést veszük, hogy mit érdemes vinni magatokkal. Felszerelésnek, amit érdemes vinni először is, ezzel a küldetéssel inkább akkor próbálkozzatok, hogyha már elértétek a legalább 600-as szintűt, mert a legmagasabb enemy level 580-as insta halsz körülbelül egy adott ponton, ha nincs meg rá a megfelelő felszerelés. Na most, ami a ruházatot illeti, érdemes egy olyan felszerelést vinni, ami már teljesen ki van maxolva enchantment core-okkal, tehát extra védelmet ad. Ha az nincs meg, akkor érdemes vinni a Dreaming City-ben található Riverines Curse-el ellátott ruhákat, amit ott droppol a játék, és akinek van a Transcendent Blessing nevű módja, ami extra damage-et ad a ottani enemikre, akkor azt érdemes belerakni. Ha nem, akkor Riverine Curse is jó, csak akkor kicsit több damage-et is fogsz elnyelni. Na, ami a fegyvereket illeti, az első fázisra elsődleges fegyvernek egy snipert javaslok, másodlagos fegyvernek egy voidos energy fegyver, tehát a lila Pulse Rifle-t leginkább, mert jó velük célozni, kényelmes, és hát legtöbb Void enemivel találkozol. Ami a Power Weapon-öket illeti, akinek van erős sniperje, egy Whisper of the Worm például, az elég jó damage-et tud dílelni a bossokra, amik ott vannak. Ha megvan a Thunderbreaker, a Light Machine Gun, ami nemrég jött ki, azt is érdemes bepakolni, akiknek nincs meg ez se, az se, majdnem biztos, hogy mostanra megvan a Darcy nevezetű sniper. Na most szeretettel ajánlom, ne feledjétek, hogy a collectionből ki tudjátok váltani ezeket a fegyvereket, tehát ha épp jelenleg nincs egy pulse rifle-od, nincs egy jó sniper-ed, de már úton útfélen megkaptad, akkor igyekezz kiváltani ezeket, mert szükséged lesz rá. A játék második fázisára legyen egy solar, vagyis egy tűz pulse rifle-od is, mert utána leginkább ilyen tüzes, shieldes enemik lesznek. A sniper viszont az elsőleges slotban szinte mindig elengedhetetlen lesz a távolabbi enemik ellen, és főleg a játék második részében. Fontos, hogy türelemmel álljatok ez a küldetéshez, ne rásoljátok le. Ahol tudjátok, csak higgadtan, nyugodtan, mivel az enemik nagyon fognak sebezni, és érdemes taktikákat kidolgozni mindazoknak. Legalább ketten érdemes lenni szólóban, nagyon nehéz, hogyha nincsen meg a megfelelő szetted és felszerelése tulajdonképpen ahhoz, hogy nekivágj. Neki lehet, el fogsz tudni jutni egy jó pontig, egy bizonyos pontig, de utána nagyon nehéznek fogod érezni, és kívánni fogod, hogy meglegyen az a bizonyos felszerelés. Legyen egy
Na, akkor megpróbálom valahogy ezt így élőben lenyomni, ahogy összevágtam a különböző szekcióit a videónak. Az első szakasz semmi nagyon extra, egy kis Lego puzzle-ön kell végigmenni, de nem lesz túl nehéz. Ugye itt az elején egy kicsit ugrálunk, happy days, bemelegítünk a különböző boss fight-okra, ugyanis el fogunk érni egy nagyobb területet, amin végig kell harcolnunk magunkat, ugrálunk magunkat, úgyhogy óvatosnak kell lenni. Itt láthatjátok. Szóval legyetek résen, világosítsatok egy kicsit talán a képernyőn, hogyha túl sötét, mert ha nem, akkor megeshet, hogy egy párszor le fogtok esni. Nos, rögtön itt az első bejáratnál lesz egy boss fight. Na, ezt a boss-t, ezt nagy nehezen legyőzitek, semmi nagyon extra. Kicsit sok damage-et dílelnek, de ha ketten vagytok, elterjedtek a figyelmét, amit láthatjátok, oda mentek egy shotgunnal, elintézhetitek, vagy a pulse rifle-ötökkel, vagy a void rifle-ötökkel. Amit látjátok, ott fönt van egy madár. Na most minden helynek van egy ilyen jele, mint az a madár ott. Ha megfordultok, ott láthatok egy másik jelet, ami ugye világít. A mi esetünkben megint csak egy madár. Ezt a jelet kell megkeresni a következő szekciókba. Tehát mindig a világító jelet kell megkeresni. Szóval a világító jel úgy kell kinézzen, mint amott a sötét jel. Ezt is most így elmagyaráztam, de így mutogatom. A lényeg az, hogy nekünk meg kell keresni most ezt a sast. Hogy merre keressétek meg, nincs pánik, mindig arra, merre enemik vannak, de hogy könnyebb dolgotok legyen, hamarosan kirakok a képernyőre egy térképet, hogy merre melyik jel van. De mindig amerre mentek, amerre az enemik vannak, arra lesz a legtöbb enemi. Nos, amit láthatjátok, itt megtaláltuk a madarat, és egy újabb jel feljött, és most ugye a kígyót kell megtaláljuk, hogy megeszi a saját farkát. Aki rédezett már, annak ismerős lesznek a jelek. Íme jött a térkép, a lefelő zuhaló madár a bejárat, tehát az volt a bejárat, és amit meg akarjátok találni a következő részeket, erre kell elinduljatok. Nos, következő szekció, mit is raktam ide be? Ja, igen, miután megcsináltuk ezt az egészet, akkor lesz egy boss fight, csak én itt éppen el voltam tévedve. A lényeg az, hogy lesz egy utolsó boss fight, amit le kell győzzétek, íve itt bujkált előlünk. Szeretem a shotgunok gyorsan elintéznek mindent, de a probléma velük az, hogy közel kell menni az enemihez, és az enemi bizony nagyot vág. Itt még nem raktam be a maxos szettemet, amit tele van enchantment kórokkal, úgyhogy David Davidget nyertünk be. A boss fight után kinyílik ez a nagy kör, szépen lezuhantok, tompítsátok az esést a végén, mert ha nem, akkor bukjátok az egészet. Nem akartok meghalni ezeken a szinteken, mivel mindig előről kell kezdeni egy jó bizonyos ponton. A jó hír az egészben, hogy itt elmentek balra, kövessétek ezt az útvonalat, javaslom, majd itt jobbra, és itt ennél a résznél le fogtok ugrani. Na most, ezzel kikerültek egy csomó elemét, viszont beleütköztök egy csomó enemiben. Úgyhogy innentől pulse rifle-lel lehet menni, ha a shotgunnal nem vagy elég bátor. Azt hozzá kell tegyem, ha valamiért nem sikerül megcsinálni még ezt a küldetést, semmi baj, másnap onnan folytathatod, ahonnan abba hagytad. Az a jó ebben a küldetésben. Szóval mondjuk eljutsz egy adott pontig, ahol volt egy savings, azt mondod, hogy ez most túl sok, másnap újra belefogsz, és onnan folytatod, ahonnan abba hagytad. Szóval emiatt kurva jó ez a küldetés, de a 3 hetes időkorlát, hogy csak 3 hetente jön, az egy kicsit macera. Szóval, mint látjátok, mindenhol előfordulhatnak az enemik, úgyhogy lehetek résen, bosszok vannak ezerres, kurva jól sebeznek, amit láthatjátok, főleg, hogyha nincs full setet, és itt még nekem nem volt. Tehát még nem nagyon tudtuk mi, ez egy elsőre próbálkozás, még mi sem nagyon tudtuk, hogy mire számítsunk ezen a téren, úgyhogy nagyon lassan mentünk, és nagyon óvatosan. Következő szekció, amit láthatjátok, sniperekkel van tele, úgyhogy érdemes elővenni egy snipert. Én itt például egy Voidon snipert használtam az esetben, akinek van shieldje, de a pulse rifle sokkal jobban jött volna, mert lőszerem lett volna, úgyhogy pulse rifle mindenképpen, és a Voidosat használjátok. Szépen szedjétek ki távolról, akit ki kell szedni, mert azok a shieldesek is lelökhetnek, és sokat kell ugrálni. Úgy van kitalálva az egész szisztéma, hogy
akarjál leesni, le fognak lökni, meglepetés elemik fognak mindenhonnan kiugrálni, szóval szépen lassan, óvatosan haladj és türelemmel, főleg, hogyha nincs meg az Uber felszerelésed ehhez az egészhez. Lassan átérünk egy következő szekcióra, amit figyelni kell, amit érdemes csinálni. Szóval itt felmentek ezen a lépcsőn, és ha jól tudom, akkor beértek a lassított részhez. Nem? Még nem. Oké. Na most ezen a részen, amit látjátok, itt vannak ilyen ogrék, ahogy Gomi hívja őket, csillagszeműek, szóval a csillagszeműeket érdemes leszedni, ha lassan haladsz, van egy rövidebb út is, de érdemes őket leszedni. Mi azt csináltuk, hogy egyikünk ment át először, a másikunk ment át másodjára, mert különböző, amit látjátok, csapdát aktiválódnak, és az ogrék is aktiválódnak, ahogy haladsz előre. Szóval érdemes, az egyik fedezi a másikat, de itt például nekem sikerült összeszedni egy halált, mert az ogrék lelöktek, ahogy tüzeltek rám. Úgyhogy szépen átfuttok, vigyázzatok itt a lyukaknál, bele ne essetek, mint majdnem, ahogy én beleestem. És voilà, ennyi. Ennyi lenne nagyjából. A végén lesz egy hatalmas ugrás, úgyhogy arra lelkileg készüljetek föl, ne ugorjatok hirtelen, akkor ugye, bocsánat, a titánnak és warlocknak azért könnyebb ugrani ebből szempontból, szóval a hunteröknek figyelni kell. Ez a szekció után jön az egyik az egyik macerább, tehát nehezedik a történet, éppen bevárom itt Gomi kollégát, hogy elérjen ő is a történethez. Szóval óvatosan lehetek, érdemes kiszedni az elemiket. Átmentek a következő szekcióba, a macera részen le lesztek lassítva, és nem gyógyultok. Kurva sok enemi fog rátok menni, úgyhogy kövessétek ezt az útvonalat, amit itt látok, tehát az a legegyszerűbb, és amit látjátok, a Thunderbreaker, Thunderlord, valamelyik, tehát az a lényeg, hogy egy Power, Thunderbreaker, Thunderlord, valamelyik Power Weapon-nel megyek, a lényeg az, hogy területre hat, és pusztítom, ahogy tudom őket, mert kurva sokan jönnek, gránátozzatok, ugrálni csak egyet tudtok itt, gránátozzatok össze-vissza, késeljetek, blablabla, de ha hozzátok érnek, akkor nem fogtok gyógyulni, úgyhogy kétszer vágtuk neki ennek az egésznek. Ha követitek ezt az útvonalat, amit láttátok, elugratok, eljöttök balra, fölmentek ezen a lépcsőn, és ott megint balra fordultok, és leugratok az első erkélyen, amit megláttok, szintén nem balra, jobbra. Miért mondtam azt? Mindig jobbra, jobbra, jobbra. Oké, nem balra, jobbra, 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 jobbra. És itt leugratok. Itt tompítsatok, mert igen, ez a meglepetés, ami várt titeket. Lesz egy loot chest, semmi nagyon extra, dob egy legendary itemet, nem lesz nagyobb szintű, mint amit van, ha jól tudom, majd bementek ezek a kapun, és itt találjátok magatokat újra, ugyanebben a szobában. Na most ebben a szobában ugyanúgy követitek ezt az útvonalat, amit itt láthattok. Szóval fölmentek, megint csak itt vagytok ennél a teremnél, de ezúttal nem jobbra fogtok leugrani, hanem el fogtok menni balra, csak persze nekem is sikerült leugranom megint, mert eltévesztettem az utat, és bele is haltam. Na, de amint újra élettem, már meg is volt az útvonal, szóval ne jobbra menjetek el, tehát újra életsz, itt vagyunk ennél a valaminél, ugye, ahol meghaltam, és ott elindultok a másik irányba, és majdhogy nem szembe veletek, amint letértetek balra, most tényleg balra, szembe veletek ott lesz a kijárat. Na, amint látjátok, közben elárasztanak az enemik. Szóval érdemes, hogy őszinte lejek ezzel a jó kis light machine gunnal neki indulni a dolgoknak. Ez a szekció után már nem lesztek belassulva. Szóval, ja, itt is van leg. Tudom, hogy videón úgy tűnik, mint a egyszerű lenne, de nem olyan egyszerű. Itt jön az első boss fight, és ez nehezebb szerintem ez a boss fight, mint a végső boss fight. Na most kapaszkodjatok meg, mert elmagyarázom, mit kell csinálni. Középen megjelenik egy ogre, azt kell majd lelőni, de a shieldje nem fog, a shieldje miatt nem tudtok sebzést okozni. Az ogre mellett megjelenik négy ilyen kis boszorkány varázsló, őket kell leszedni elsőnek, hogy majd végül tud sebezni a boszt. Leszeded a boszorkányokat, és a boszorkányok adnak neked egy boostert, amit látjátok írja, hogy Petitioner Mark.
Ha megszerzitek mind a négy boszorkánytól a boostert, kb. 50 másodpercetek van arra, hogy négy boszorkányt leöljetek, tehát így egy boszorkány ad 50 másodperc boostot, másik boszorkány újabb 50-et, és így mindig-mindig frissül, amíg mind a négyet leölitek. Ha valamelyikőtök meghal útközben, elveszíti ezt a bónuszt. És az egy probléma, úgyhogy egyik mindig maradjon életben, mert a bónusz, a négy bónusz összeadódik, és ad egy újabb bónuszt, amit majd végül bele kell helyezni egy helyre, majd meg fogom mutatni, melyik helyre, itt például, ami majdnem elbuktuk, szerencsére volt rösszelem. Na, ide kell a Pulse Rifle, a Voidos Pulse Rifle, ide kell igazán. És az elsőleges slotba a sniper, csak itt még nem nagyon gondoltuk végig, hogy mit csináltunk, úgyhogy, erre a helyre a Voidos Pulse Rifle megmenti az életeteket a sniper, miután leszettétek a shieldet, pedig a sniperrel 2-3 golyóval a bosszok ki vannak szedve. Sokkal könnyebb dolgotok van. Taktika a varázslókhoz, a kicsiket, a kis enemiket a környékükön először szedjétek le, hagyjátok meg a varázslókat utoljára, és utána öljétek meg a varázsokkal, mint a kicsiket leértette. Amit lássátok most, itt van ez a Petitioner Burden nevű boost, amit oda a kis világító oltárba bele kell tenni, miközben az ogre az nagyon csúnyán fog rád lőni, úgyhogy jó, ha valaki eltereli a figyelmét. Ultikat, ha gondoljátok, megtarthatjátok erre a bossra, rajtatok áll, ugye itt nekünk az utolsó körünk van, valaki le tudja ezt hozni egy körben, valaki nem, nekünk még nem sikerült, mivel első próbálkozásra néztük, hogy mi a front történik. Nagy boldogok voltunk, hogy kb. Harmadik körre átjutottunk ezen a bosszon, utána már egy könnyedebb rész jön, szükséged lesz a Voidos. Itt például itt vannak ezek négy varázsló. Ne is törődjetek velük, csak fussatok át, ha lehet mond, láthatatlanba. Válasszátok a Void energiát, hogy láthatatlanba tudjatok lenni, ha arról van szó. És csak átmentek itt az enemiken. Vagyis ezen a négy varázsló. Ne harcoljatok velük, nem érdemes. A következő szekcióban szükséged lesz a Pulse Rifle-ödre, a tűzre, leginkább a Voidra is, és a tűz Pulse Rifle-ödre is, és az elsőleges slotba a sniperedre. Mindenki, aki itt van, szedje ki távolról, nem nehéz, az enemik nagyon sebeznek, de nem nehéz, nem kell sietni, türelemmel fogod és végig lövöd az összes elemit, akit az úton látsz. Trükkösek leszek, szóval mi azt a taktikát alkalmaztuk, én előre mentem, Gomi hátrébb volt, ott fedezett, ahogy tudott. Itt látjátok, kurvára ugrálnak, itt már tüzes Pulse Rifle-lel megyek, hogy a shieldet gyorsan, könnyen le tudjam szedni, és semmi nagyon extra ez a rész, csak türelemmel kell haladni, és végigmenni szépen lassan. Következő szekció, majd el fogtok érni ehhez a nagy körhöz, ez magától értetődik fölfelé mindig, ezt megtaláljátok, nem nehéz. Mi is itt inkább hátrébb húzottunk egy kicsit, hogy végig gondoljuk az útvonalat, és hogy mi lesz azután. Hátrébb húzottok, a kis minyonok nem fognak utánatok jönni, összeszeditek a lőszert, esetleg megvárjátok az útit. A következő rész sem lesz túl macera, csak egy kisebb ilyen figyelmet igényel tulajdonképpen. Szóval el fogtok érni ahhoz a nagy gödörhöz, abba beleugratok, happy days van, és miután itt végigugráltuk ezeken a valamiken, ennél az útnál vigyázzatok. Szóval ez itt jó példa volt Gomi részéből, majdnem bajba is kerültünk konkrétan, föl kellett éleszni, szóval ne erre gyertek. Itt leülhettek mindenkit, de át is ugrálhattak az enemik, ha Gomi itt pont nem halt volna meg, akkor csak végigugráltunk volna az enemiken, mert nem nagy számok. De a következő rész az megint csak egy ilyen ugrálós rész lesz, ahol lesznek ilyen falangszak, akik tudjátok, a shieldes enemik, akik le fognak tudni titeket lökni. Szóval itt még elővettem, hogy megmaradt a power weaponből, és rájuk küldtem az egészet, miközben megpróbáltunk túlélni. Innentől kezdve őket lelövöd, fogod, végigugrálsz, nem vészes a dolog. A következő szekció lesz egy kicsit vészesebb, mivel hogy egy ilyen szikla, peremen fogsz végig sétálni, miközben, amit látjátok, ilyen kis falból kilövő izék lesznek, amik lelökhetnek. Szóval itt is mi azt alkalmaztuk, én előre mentem, Gomi megvárta, szóval egyikünk meghal, akkor legalább a másik tovább tudja vinni, ne kell egy adott ponton megint csak előre kezdeni. Kettő vagy három enemy lesz ennek az egésznek a útközben, de a végén lesz egy ilyen kis mini boss,
Na most ennél a pontnál vigyázzatok, szóval, mert egy kicsit macera lesz, nagyot sebez, és mikor fölugrotok, akkor a játék hajlamos hátradobni a szegélynek, ennek az erkének a szegélynek a játék hajlamos hátradobni, úgyhogy inkább egyet föl és előre valahogy úgy ugorjál, mert ha nem, akkor szép zuhanás lesz a vége. Azt hiszem, hogy ez után már nagyjából semmi nagyon extra nincsen, csak a végső boss, ami egy kicsit macera, szóval a szituáció a következő lesz. Ott lesz veletek szemben egy ilyen varázsló nekromancer féleség, és körülötte lesz három darab lovag. Na most a lovagok a kulcs ahhoz, hogy sebezni tudjátok a varázslót. Szóval hogyan néztek? Előveszitek a sniper power weaponötöket, akinek nincs whisper, annak van egy Darcia, mostanra már minden bizonyja. Kicsit közelebb mentek, mind a három lovag meg fog fordulni. Na most a Whisper azért jó, mert ha háromszor critical-t ütsz, akkor visszatölti a lőszert a táradba, tehát visszakapod a lőszert. A lényeg az, hogy a három lovagot, ha egyszerre nem is tudjátok, de a lényeg az inkább, hogy egyszerre tudjátok leölni. Nagyjából egyszerre fogjon el az életük, nagyjából egyszerre iktassátok ki őket, mert három buffot fognak adni. A három buff segítségével fogod csak tudni leszedni a boss, mert ha nem, egy örökké való harc lesz. A probléma még itt nem ér véget, mert a buff nem tart örökké, szóval nem fogod tudni örökké sebezni azt a bizonyos varázslót. Ezért hamarosan látni fogtok, hogy megjelenik egy kristály. Ha a kristályt nem lövöd szét, mielőtt lejárna ez a buff, akkor wipe-ol. Vagyis meghaltok, és kezdhetitek előre az egészet. Szóval mi gomival azt csináltuk, lesebeztük nagyon kicsire a lovagokat, és ezt egy körben megcsináltuk, hál' az égnek. Lesebeztük kicsire a lovagokat, és akkor, amikor nagyon kevés volt az életük, mind a hármat gyorsan kifektettük. És ugye felvettük a három buffot, és abban a pillanatban elkezdtük sorozni a boss minden, ami kifért a csövön, már kifogytunk a lőszerből és mindenből is. Szóval megjelenhet a lovagokon ez a shield, na akkor az a jel, amikor szét kell lőni azt a bizonyos kristályt. Amit látjátok, mindig a kristály mindig a varázsló háta mögött fog megjelenni, most is ott van, amit látjátok. Szóval azt lőjétek szét, levegy a shield, és újra sebezhetitek a lovagokat. A lovagok amúgy lassúak, de néha előfordulhat, hogy így meglepetés című történet, there you go motherfucker, és így rád rohannak, és így egy ütéssel le tudnak vágni. Hogyha egy full setted van, full enchantment ki van húzva setted, akkor ki fogsz bírni egy ütést. Itt már én ruhát cseréltem mindent, és amiatt tehát azért kibírtam egy vágást című történet, szóval érdemes egy full enchantment setted csinálni. Itt lövöm már szét a kristályt, happy days, próbálunk túlélni. Kicsit nagyot sebez a boss, de nagyon nem mozdul, szóval van bujkálási lehetőség, nem probléma. Leszeditek a kristályt, hogyha a shieldje visszamegy a lovagoknak. Mi is itt ugye rámozdultunk, a történetre Gomi beultizott, hogy egy kicsit nagyobbat tudjunk rájuk sebezni. Ja igen, ha szétlövöd a kristályokat, jönnek a kicsik megint. Szedd le a kicsiket, lőszert adnak, és a többi blablabla. Érdemes így csinálni a dolgokat. Szóval, hol tartottunk? Igen. Itt egy kicsit türelemmel várunk, merre is megy a gameplay. Itt már tudtuk újra ugye sebezni a lovagokat. Happy days. Konkrétan meg fogjuk őket ölni. Felveszük a power weapon-öket, akkor nekem a Whisper, ulti, mire a végére már kifogytam a lőszerből, már mindenből konkrétan, és tényleg kb. Egy golyó választott volna el attól, hogy elbukjuk az egészet, és végül csak sikerült Gominak az utolsó golyót beletenni abba a lovakba, és voilà, elkezdtük sebezni. Szóval ez a damage phase, amit látjátok, van 3x35 másodpercek, van egy buffotok, ráküthetitek ultit, amit jól esik, adjatok neki, ahol jól esik, igyekezzetek kritikát hitni, ütni, amit látjátok, hogy nagyot sebez, lehet nagyobbat is sebezni erre az egészre, úgyhogy, ja,
És nagyjából itt fogytam ki a lőszerbe, és elkezdtem nagyon beszarni, hogy ez nem lesz meg, és hogyha előről kezdjük, úgyhogy én elkezdtem lőni a kristályt, hogy ne legyen egy vibe. Mindenképpen ami volt, az még elkezdtem rá, és az utolsó pillanatban Gominak sikerült legyőznie a boss-t. Srácok, ennyi lett volna, remélem tudtam segíteni. Amit elfelejtettem mondani, az első boss fight végén, ha jutott eddig a videóval, az első boss fight végén lesz egy szobor, oda kell menni, aktiválni kell, az nyújt hozzáférést a Wish Ender című küldetéshez. Nagyjából ennyi lett volna történet, remélem tudtam segíteni. Ezzel a kis apró guide, mint mondtam, Facebookon ott van a teljes live gameplay, ahogy killódunk és beszélgetünk és átbeszéljük, megbeszéljük a taktikát, érdemes lecsekkolni, egy esti mozinak belefér. Nagyon köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz föl, Destiny 2 magyar Discord szerver létezik, csatlakozzatok oda, a klánt kerestek, hozzánk is lehet csatlakozni, más klánokhoz is lehet csatlakozni, és hajrá, Shattered Throne-ra fel, ne feledjetek, 3 hetente jön vissza ez a küldetés, akkor fogom tudni megcsinálni a Wish Ender videót magam is, mivel hogy ugyebár lekéstük konkrétan. Az utolsó nap kezdtük el csinálni, de már elfáradtunk a végére. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!